Ők tizen a Petőfi Rádió Pink Tour játékának nyertesei. A fiúk, lányok egy olyan helyre mehettek be a Sziget Fesztivál -1. napján, ahová a zenészeken és a szervezőkön kívül senki nem teheti be a lábát. Játszottam a Petőfi Rádióval, fodrász vagyok, és hallgattam egész nap a rádiót, és akkor, ahogy hallgattam, gondoltam, hogy hátha. És harmadjára sikerült is a harmadik SMS-en megnyernem a jegyeket. Éppen nyaralni mentünk Keszthelyre, és kocsiban ültünk, és hallottuk ezt a nyereményjátékon, és hát úgy voltunk, hogy miért ne próbáljuk meg, és hát elsőre sikerült, úgyhogy örültünk neki nagyon. Hát utolsó nap volt olyan szerencsém pénteken, hogy sikerült bekerülnem az adásba, el se hittem, hogy egyébként engem hívnak vissza. A nyertesek a backstage túra előtt azt találgatták, milyen lehet a színfalak mögött, mit ehetnek, ihatnak a sztárok, és természetesen az foglalkoztatta a fantáziájukat, hogy milyen lehet Pink öltözője. Hát én nagyon kíváncsi vagyok Pinknek az öltözőjére, hogy nem tudom, miket hoz ilyenkor magával, mik az ilyen szerencsés dolgai, illetve úgy tudom, hogy a kisfia is jött vele, és hogy neki van-e berendezve valamilyen kis játszós rész esetleg, meg úgy hallottam, lesz saját büféje is. Olyan nagyon extrás dolgokat nem képzelek oda. Kalandra fel. A különleges lehetőség előtt egy gyors eligazítást kapott a csoport, majd beléptek oda, ahol már minden készen állt Pink fogadására. A csapat még a nagy színpadra is felmehetett és eljátszott a gondolattal, hogy milyen lehet több tízezer ember előtt állni a fesztiválon. Milyen érzés a nagy színpadon állni? Hát nagyon jó. Olyan izgatott vagyok, elagadt a szavam. Nagyon érdekes, sok olyat láttam, amire amúgy nem is gondolna az ember, mert tényleg, hogy hát itt a hátsó bejárat, a színpad magát ott belülről, ahogy cserélik a fényeket, ahogy a hangolást végzik. Érdekes nagyon. És innen fentről kinézted már, hogy hol szeretnél majd állni a koncert közben? Én mindenképp valahol középen a tömegbe szeretnék. Akkor valahol arra, ugye? Igen, igen. Átélni az ember, hogy milyen lehet, amikor ott nem tudom hány ezer ember nézi. Hatalmas volt először is, és nagyon jó érzés. Próbálja ilyenkor beleképzelni az ember magát a fellépő helyébe. Hát így még kellemes, hogy körülbelül 10-en álltak ott elő, de majd ha 60 ezer ember előtt kell kiállni és énekelni, az minden elismerés. Izgulnál? Hát nagyon, én ki sem mernék menni. Nincsenek ilyen különleges kívánságai, tényleg, hogy próbálja élni az életét, mint más ember, nem úgy, mint egy sztár. Tudtam, hogy egy egyszerű ember, és jó volt tudni, hallani mástól is, hogy ténylegesen az.